A Kazincbarckai Szociális Szolgáltató Központ bentlakásos idősellátó intézményeiben június 29-től lép életbe az új intézkedés. Addig a június 8-ától érvényben lévő szigorú szabályok szerint lehet látogatni az időseket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb határozatában lehetővé teszi a látogatás régi mederben történő megvalósítását, illetve az intézmény elhagyási tilalmat is feloldja. Ez a Kazincbarckai Szociális Szolgáltató Központ bentlakásos idősellátó intézményeit olyan módon érinti, hogy június 29-től, tehát jövő hét hétfőtől lép életbe az intézményegységek tekintetében. Ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag minden visszatér a régi kerékvágásba ettől a naptól, tehát szabadon látogathatók az intézmények. Két fontos szabály van, amit a hozzátartozóknak be kell tartania. Az egyik a kötelező maszkviselés a továbbiakban is, illetve a látogatói füzetek folyamatos vezetése. Ugyan a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata nem kötelez látogatói füzetek vezetésére, viszont a kazincbarckai idősellátó intézményekben mégis kérik a látogatókat ennek kitöltésére. Erre azért van szükség, hogy egy későbbi, esetleges járványügyi probléma esetén visszakövethetőek legyenek az érintettek, ezzel védve az időseket és a látogatókat egyaránt.